Sziasztok! Most egy kicsit rendhagyó videóval jelentkezem, aminek az az elsődleges különlegessége, hogy itt veszem fel a tengerparton. Gondolkodtam rajta, hogy azért otthon a szobából csak kicsit zavartalanabb lenne a környezet, de olyan unalmas, hogy mindig onnan beszélek, szóval akartam valami újdonságot, és a headsetnek köszönhetően még halljátok is, amit mondok, úgyhogy fantasztikus. Ti még csak ott tartotok a vlogban, hogy még magányos vagyok, amióta egyébként 2 hét eltelt, csak kicsit lassan haladok a vloggal, mert nagyon hosszú idő megvágni, és közben persze élem az életemet is. Viszont sokan kérdeztétek, és adtatok tanácsot is egyébként, hogy hogyan ismerkedjek, hova forduljak, mit csináljak, hogy ne legyek magányos. Szerencsére ezt azóta már magamtól is sikerült felfedezni a lehetőségeket, illetve ti is sokat segítettetek. Szeretnék minden külföldre utazónak néhány tippet adni azzal kapcsolatban, hogy bárcsika néz folyamatosan, hogy mi a tökömet csinálok. Tehát, hogy azzal kapcsolatban szeretnék tanácsot adni, hogyha külföldre utazol hosszú időre is ott szeretnél élni, és elsősorban mondjuk azért mész, hogy egyedül legyél, meg magaddal tölts egy kis időt, de mégis szeretnél kicsit néha társaságba kerülni. Szóval most felsorolok néhány pontot, ami nekem nagyon sokat segített. Az egyes az a Facebook, elég tág fogalom, de gyakorlatilag a Facebookon belül különböző csoportok segítségével tudtam megismerkedni új emberekkel. Akkor a nagy hasznát nem vettem a Facebooknak, mint most, és ez nem egy fizetett hirdetés. A Magyarok Alicante csoportba beléptem már az utazásom előtt 1-2 hónappal, hogy felmérjem a terepet, megnézem, hogy ott mi a helyzet. Oda ki is írtam, hogy én ide készülök, kérdezgettem, tanácsokat kértem, és kaptam is, és ott találkoztam Gabiékkal, egy itt élő magyar házaspárral, akikkel azóta is nagyon jóba vagyok. Úgy kezdődött, hogy Gabi rám írt, írta, hogy látja, hogy már itt vagyok Alicantéban is, hogy van-e kedvem találkozni. Természetesen volt, nagyon aranyosak voltak, elvittek bevásárolni, elmondták, hogy mit érdemes vásárolni, hogy lehet olcsón kijönni a kajából. Akkor elmentünk már azóta együtt karneválozni is, akkor voltunk, megmutatták a legjobb helyeket, hol érdemes mondjuk enni olcsón, hol vannak a legfinomabb helyi kaják. Igen, mindenben segítenek nekem lelkileg, tehát pszichésen is itt vannak, számíthatok rájuk, és fizikailag is, hogyha bármire szükségem van, autóval el tudnak hozni. Legutóbb meghívtak vacsorára, ott vacsoráztam náluk. Szóval azóta már megismerkedtem a nővérével is, Gabinak, és hát nagyon jól éreztem magam velük, tehát igazából 1 hétig voltam gyakorlatilag egyedül, és utána már minden jött magától. Tehát javaslom, hogy abba az országba, ahova mentek, keressétek fel a magyarok.pontban nevű csoportot, és hogyha szeretnétek magyarokkal találkozni, akkor ott fogtok tudni. Nyilván, aki külföldre megy, az elsősorban azért megy, hogy külföldiekkel, helyiekkel ismerkedjen, illetve lehet, hogy kevesebb magyar szót akartok hallani, ha már külföldre mentek, viszont akik már régebb óta itt élnek, akkor ők biztosan nagyon sok tanácsot tudnak adni, akár a vásárlással kapcsolatban, biztosítástól elkezdve, tényleg egy csomó minden, amit ti még nem tudtok. Ja igen, és egy Erasmusos itt tanuló lányjal is, magyar lányjal is megismerkedtem, ugyancsak az Alicante csoportban. Így esett, hogy elmentünk egyik nap vacsorázni, ettünk egyet, jó, dumáltunk, és hát valószínűleg együtt megyünk majd az egyik programra, egy közös programra, úgyhogy az is nagyon jól elindult. Egyébként érdekes így az egész, mert van olyan korosztály itt, aki velem egykorú, van olyan, aki nálam idősebb. Tehát, hogy minden korosztályban megtaláltam itt azt a társaságot, ahol jól tudom magam érezni, és ez nagyon, nagyon jó szerintem. A másik, amit nagyon-nagyon ajánlanék, az az Internations nevezetű ugyancsak csoport, amit egy nagyon kedves barátnőm ajánlott, ő ugyanis Svájcban él, és neki már volt tapasztalata. Ez egy zárt kör tulajdonképpen külföldön élő külföldieknek szerveznek nagyon érdekes programokat, vacsorákat, borkóstolót, sport vagy szabadidős programokat, kirándulásokat. Van hozzá egy applikáció, amit le lehet tölteni a Play Áruházból és az App Store-ból is. 3 hónapra fizettem elő, 6000 forintba került 3 hónapra, tehát akkor havonta 2000 forintba kerül a tagdíj. Ezzel a tagdíjjal, ha ezt befizeted, utána
Albatrosz tag leszel, és nem kell már egyik programhoz sem befizetned több pénzt, mert egyébként, aki nem Albatrosz tag, csak beesik az utcáról, vagy hallott róla, neki van általában 10-20 euróba kerül egy-egy programon való részvétel, ami tartalmazza például egy vacsora esetén a kis tapaszokat, ugye a falatkákat, egy ingyen italt, welcome drinket, tehát szerintem megéri. Nem vagyok egyedül, új emberekkel tudok megismerkedni, gyakorolhatom a nyelvet, és nagyon jó programokon veszek részt. Ettől függetlenül még tudom ajánlani a couchsurfinget, ami kanapészörf, ami azt jelenti, hogy beregisztrálsz szintén egy csoportba, letöltöd az alkalmazást, és utazhatsz ingyen, ergo úgy ingyen, hogy te a kanapédat kölcsönadod valakinek, ingyen megszáll az a valaki, és hogyha majd te mész, esetleg ő viszonozza. Ezt az ilyen kalandorok szokták csinálni, akik nagyon-nagyon könnyen alkalmazkodnak, nem okoz nekik problémát, hogyha váratlan helyzetbe kerülnek. Én még nem mertem kipróbálni, mert én ennél óvatosabb és egy kicsit gyanakvóbb vagyok, ismerkedni is tudsz. Tehát ott hasonlóan egyedül utazó világjárók vannak, és simán rá lehet írni a másikra, hogy hello, én is itt vagyok Alicante-ban, nincs-e kedved meginni egy kávét, vagy bedobni egy sört. Szóval couchsurfing. Egyébként a leírásban minden linket meg fogtok találni, ami hasznos. Negyedik pont kerekesszékesként. Első dolgom az volt, hogy felkeressem az Alicante-i egyesületeket. Ugyanis nálunk is van, ugye van öné, van meosz, van nem adom fel, és még etc. Feltételeztem, hogy itt is van olyan egyesület, ami a mozgássérültek jogait védi, szervez számukra különböző programokat, segít a munkavállalásban, a közlekedésben, a személyisegítésben, szállításban, bármiben. Úgyhogy ott fölvettem a Kosszemfe nevezetű egyesülettel a kapcsolatot, még otthon. Ők küldték Hosszét, akiről már hallottatok. Ő volt az, aki értem jött, ergo úgy emlékszem, hogy nem ingyen volt a transfer, 3 euró, ami 900 forintba került. Gondolhatjátok, hogyha repülőtérről a városba mentem volna taxival, az szerintem egy 30 euró biztos, hogy lett volna, úgyhogy nagyon-nagyon jól megúsztam így. Tehát kerekesszékeseknek vagy más fogyatékkal élőknek azt javaslom, hogy igenis keressétek meg azokat a csoportokat, mert mindenben tudtok segítséget kérni. Bármi baj van, akkor ott vannak, szeretnétek sorstársakkal találkozni, arra is van lehetőség. Az ötödik pont pedig az Airbnb, ahol amellett, hogy ugye szállást tudsz találni, még szabadidős programokat is kínál, ilyen fakultatív, és szabadidős közötti programokat kínál az alkalmazás, aminél megláthatod, hogy mennyibe kerül, tudsz rá jelentkezni, és ugye ott is van lehetőség arra, hogy ismerkedj. A plusz egy tippem, végezetül pedig az lenne, hogyha Rómában élsz, élj úgy, mint egy római, ami számomra azt jelenti, hogy ha több hónapot vagy egy helyen, akkor kialakulhat a saját rutinod. Elkezdhetsz járni edzőterembe, uszodába, közlekedsz a buszon, van olyan busz, ahol naponta többször is utazol, és ott már ugyanazokat az arcokat láthatod, tehát ismerkedhetsz a megállóban, a buszon, az uszodában, a konditeremben, a bevásárlás közben, a piacon, bárhol, ahova folyamatosan jársz vissza, biztos, hogy jön ez magától, ugyanúgy, ahogy otthon, hogyha elköltözünk egy új helyre, egy idő után az ember összeismerkedik a szomszédaival, itt sincs ez másként. Továbbra is azt gondolom, hogy aki egyedül utazik, az sosincs egyedül, mindig mellé szegődik valaki. Nálam is általában úgy van, hogy várom a buszt, oda jön egy néni, akkor ebédelek, vacsorázok, odaül mellém valaki. Úgyhogy én most azt érzem, hogy én azért jöttem, hogy egyedül legyek, de azért 3 nap után már éreztem, hogy ez így annyira mégse jó, és most vagyok ott azon a szinten, hogy ilyen 50-50, tehát pont eltelik annyi idő, hogy tudjak egyedül lenni, befelé fordulni, most például ugye egy egész napot eltöltök itt a parton, nem szól hozzám egy lélek se, amit én nagyon élvezek egyébként, de ha magányos vagyok, igénylem a szociális életet, beszélgetnék valakivel, akkor tudok kikhez fordulni, és szerintem ez a legfontosabb. Úgyhogy nekem ezek lettek volna a tippeim, remélem, hogy tudtam hasznosat mondani nektek, és a következő videóban szintén szeretnék tippeket majd nyújtani. Lesz olyan is, ami kifejezetten kerekesszékeseknek szól, illetve lesz olyan is, ami az egyedül utazást fogja egy kicsit
jobban részletezni, egy kicsit belássuk magunkat ebbe, hogy nőként, fiatal nőként milyen egyedül utazni, amit még ugye fűszerez a kerekesszék is, bár itt hála Istennek annyira akadálymentes minden, hogy szinte nem is releváns az, hogy én most mi vagyok, miben közlekedem. Ja, köszönöm, hogy meghallgattatok innen a Alicante-i tengerpartról, és találkozunk legközelebbi. Sziasztok!